Vannak, akik egész egyszerűen nem képesek megérteni a valóságot. Valószínűleg ez az emberek túlnyomó többsége. Vannak, akik azonban azt választják, hogy nem értik meg, hogy nem akarják megérteni, hiszen amennyiben megértik, az lerombolja az egész álomvilágot, amiben legtöbb ember és mindannyian éltünk egyszer. A többség nem akarja látni azt, hogy ami a világban történik, az nem véletlen események összessége, vagy valami nagy felébredés az emberiségnek, hanem egész egyszerűen az elit, akik uralják és irányítják a világot, ezt akarja, hogy ez történjen. Erre egy nagyszerű példa az, ami jelenleg Hollandiában történik. Természetesen ez csak folytatása annak, amit már Németországban elkezdtek, ugyanis Hollandiából az egyik török miniszter kiutasították, és nem engedélyezik, hogy kampányoljon Hollandiában, ugyanúgy, ahogy a németek nem engedélyezték, hogy kampányoljanak a törökök Németországban. Maga a népszavazás Törökországban ugye arról szólt többek között, hogy az uralkodó elit, illetve bárki, aki irányítja az országot, még több hatalommal rendelkezzen, és ehhez próbálnak szavazatokat gyűjteni Európa szerte a törökök. Cél mindig ugyanaz, embereket egymás ellen fordítani, káoszt teremteni, megosztani a tömegeket, és valamiféle elterelést biztosítani, illetve létrehozni annak érdekében, hogy az embereknek legyen mivel foglalkozni, legyen miről beszélni. Egy újabb dolog, ami része a hatalmas színháznak, ami a világ tulajdonképpen. Nem ástam bele magam igazán, de mint ebből a képből is kiderül, a referendum, illetve a népszavazás Törökországban arról szól, hogy egy parlamentáris demokráciából elnöki rendszerbe vigyék át a Törökországot, illetve a török nép irányítását. Természetesen ezzel még inkább koncentrálódna a hatalom az elit kezében. Olyannyira súlyos a helyzet, hogy a török külügyminisztert nem engedték be Hollandiába, illetve ahogy láttátok az előbb a, hát gondolom családügyi miniszter volt az a hölgy, őt sem engedték, hogy kampányoljon, sőt, kiutasították az országba. Az eredmény természetesen az, hogy a feszültség Törökország, illetve Hollandia között megnövekedett ugyanúgy, ahogy az előbb láthattátok, illetve érintettük azt, hogy Németország és Törökország is eltávolodni látszik, míg Oroszország és Törökország bizonyos sem a legjobb. És ez csak hozzájárul ahhoz, hogy egyre nagyobb bizonytalanság uralkodik a világon. Természetesen ez újabb embereket csal az utcára, és ezúttal törökök tüntetnek a holland konzulátusok, nagykövetségek előtt különböző országokban. Fontos azt észben tartani, hogy Hollandiában 400 ezer török él, ami egy hatalmas szám egy viszonylag kis országban, mint Hollandia. Még több tüntetés, még több tudatlan az utcán, még nagyobb káosz, még több rendőr. Nyilvánvalóan ez a vége ennek is, azonban szerintem érdekes az, ahogyan keverik a kártyákat, és még annak is, aki időt szán rá és próbálja megérteni a helyzetet, annak is nehézségei akadnak, hogyha megpróbálja kihámozni azt, hogy vajon mi is a következő lépés. Nagyszerű terület a rendőrségnek természetesen arra, hogy gyakorlatozzon és különböző taktikákat, eszközöket vessen be, és felkészüljön arra, amikor hamarosan igazán nagy lesz a káosz, hiszen egyelőre Hollandiában még azért a helyzet nem olyan, mint a világ legtöbb részén, ahol enni, inni sincs mit lassan az embereknek. Török miniszterelnök mindeközben Erdogan Németországot a náci korszakhoz hasonlította, ugyanis azt állítja, hogy akkor történtek ilyen rendelkezések, hogy nem engedélyezték volna a
szabad kampányolást, illetve visszatartanák és korlátoznak a demokráciát ilyen mértékben. Természetesen minden színjátékban vannak jók és rosszak, ebben többnyire mindenki rossz. És vannak nyertesek és vesztesek, természetesen a túlnyomó többsége a világnak ebben vesztes lesz, azonban egy nyertese mindenképp akad Geert Wilders, aki egy holland képviselő, illetve a holland úgynevezett szélsőjobb, a szélsőjobboldali bolondoknak a vezetője. Teljesen mindegy, hogy valaki a bal, vagy valaki a jobb oldalon, vagy középen van. Ugyanaz a cél mindegyiknek, ugyanaz mindenki, csak játssza a szerepét abban, hogyan lehet megvezetni a tömegeket. Ő egy ugyanilyen bábú ebben az egész színjátékban, és természetesen amit ők csinálnak, az csak az indulatoknak a felkorbácsolása. A holland miniszterelnök ugyancsak arról beszélt, amiről Wilders, hogy a török elnöknek, illetve a török minisztereknek és politikusoknak nincsen semmiféle helye Hollandiában, illetve az ő kampányuknak semmilyen helye nincsen Hollandia közéletében. Ez a Vox számol be éppen arról, hogy miért is gyanúsította, illetve vádolja a török miniszterelnök Németországot azzal, hogy úgy viselkednek, mint a nácik. Természetesen ez az egész török-német hercehúzban hamarabb elkezdődött, ugyanis február 14-én már Deniz Yücel török-német újságírót állítólag letartóztatták, hiszen olyan e-mailekről írt, amelyek nem tetszettek a török miniszterelnöknek, illetve nem akarták, hogy erről szó legyen, különösebben a politikában, és már ekkor a német-török viszony elkezdett megromlani. Az érdekes, hogy a Die Welt-nek dolgozott Yücel, ugye Die Welt, német napilap, illetve hírújság. Az is érdekes, hogy ebben a cikkben megemlítik az, hogy Merkel különösen, hogy azért az túlzás, hogy ahhoz az időszakhoz hasonlítsák Németországot, amikor a nemzeti szocializmus uralkodott az országban. Most a legújabb hír az, hogy valószínűleg sokan tudják már, Törökország felfüggesztette a legmagasabb szintű diplomáciai kapcsolatokat Hollandiával. Néhány dologra felhívnám azért a figyelmet ezzel a képpel kapcsolatban is azoknak, akik értik, hogy hogyan működik a világ. Lényeg az, hogy folyamatosan romlik a helyzet napról napra. Ezek után Németország azzal fenyeget Törökországot, hogy megtiltja török politikusoknak a belépést az országba. Ez azért is fontos, szerintem egyrészt ugye, ahogyan a nemzetközi frontvonalak felvázolódnak, másrészt pedig Törökország több tízezer, hanem százezer, vagy millió menekültet állít meg az EU határain, és tart vissza attól, hogy bekerüljenek az Európai Unióba. Ezért Törökország egy igen fontos szereplő a nemzetközi politikában. Szerintem egyértelmű az, hogy egyrészt ők ezt használják ki, mint Törökország, másrészt azok, akik uralják és irányítják ezt az egész rendszert, így próbálják manipulálni egyrészt a bevándorlási hullámot, másrészt a nemzetközi politikát, felhasználva minden lehetséges lapot, ami a kezükben van. Ebben az újságcikkben ez március 14-i, arról van szó, hogy egy 62 ezeren ragadtak Görögországban, és további 8 ezeren Szerbiában. Érdekes az, ami a falra van írva hátul, és szerintem ez összefoglalja nagyszerűen azt, ahogyan
üzennek számunkra, the problem is borders, ugye a probléma a határok, természetesen a határok eltörléséért megy a harc, és aki azt gondolja, hogy az elit bármilyen formában is egymás ellen dolgozik, az szerintem tévúton jár, hiszen egyértelmű az, hogy ők együtt dolgoznak és úgy keverik a kártyákat, ahogyan az az ő végcéljuknak megfelel, ami egy nagyobb régióból álló világkormány. Én úgy érzem és úgy látom, hogy az, amit ma láthatunk a világon és világszerte, az, ami ahogyan a legtöbb ember él, amilyen körülmények között, az vár a többségre. Természetesen a többség már olyan körülmények közt él. Azonban azok, akik esetleg most még nem tapasztalták ezt meg, ez többnyire ugye Nyugat-Európa, Európa, az Európai Unió, illetve Észak-Amerika, talán azonban a világ többi része már teljes mértékben összeomlott. Ez a sors vár mindenkire, egész egyszerűen, csak még ide nem ért el ez a hullám. Amikor pedig elér, az lesz az a pont, amikor a lakosságot egész egyszerű lesz belekényszeríteni egy új rendszerbe, hiszen a tulajdonképpen mindenkinek az élete, a léte fog megkérdőjeleződni. Hogy mi lesz a végkifejlet, azt meg kell várnunk, és idővel nyilván többet fogunk megtudni, csak azt szerettem volna megmutatni, hogy attól függetlenül, hogy a legtöbb embernek nincs ideje foglalkozni ilyen dolgokkal, a helyzet folyamatosan napról napra változik és bonyolódik, és azok, akiknek megadott itt a bölcsesség ahhoz, hogy értsék, hogy hogyan zajlik a politika, és mi is a végkifejlet, a végcél, azok láthatják azt, hogy a frontvonalak nap mint nap bonyolódnak, és egyszerűen lehetetlen kiszűrni azt, mi lesz a következő lépés. Amit biztosan tudunk, az a céljuk, illetve a végkifejlet, az oda vezető út, az sokkal kacifántosabb, mint hogy meg tudjuk jósolni egy-egy következő lépést. Végezetül annyit, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, ami történik a porondon, a színpadon. Mindenkinek tudnia kell, hogy ez az egész egy színjáték, és ezek az emberek a színfalak mögött együtt dolgoznak. Teljesen logikátlan azt gondolni, hogy ezek az emberek el akarják pusztítani egymást, mikor az ő érdekük az, hogy együtt irányítsák a világot, és a tömegeket együtt vezessék, és pontosan ez az, amit csinálnak. És ha az ember odafigyel, és nem azt nézi, ami a színpad elején történik, és nem azt hallgatja azokat a szavakat, amiket ők mondanak, hanem megpróbálja megérteni azt, hogy mit jelentenek azok, és mit jelentenek a jelek, amikkel ők kommunikálnak, a szimbólumok, a viselkedésük, hogy hogyan keverik a kártyákat, akkor igazából ki lehet szűrni azt, amit üzennek. Remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!